Szóval ilyen sulis zenekarként kezdtük. Balázs vagyok, nagyjából egy éve, tehát a 22-es Puszifest óta dolgozom együtt a srácokkal, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy általában én szoktam őket vinni a legtöbb koncertjükre. Egy pár évet az időben, 2016. szeptemberig, amikor is én a Könyves Kálmán gimnáziumba jártam, ahova gólyaként jött Domi, Barnus és Marci, és akkor találkoztunk először, egy gólya filmet is forgattam nekik, úgyhogy akkor ott összehaverkodtunk egész gyorsan. A legtöbbet én azt gondolom, hogy akkoriban beszélgetni Domival beszélgettem, úgyhogy róla van egy teljesebb képem. Komoly volt már akkor is, nyilván olyan gyerekesen komoly, de mindenféle projektjei voltak, ugye akkor is duós volt, újságíró,
gyakornok, tanonc, akármi nevezzük, hogy akarjuk, tehát ő akkor is benne volt már ezekben a dolgokban, mindig csinálni akart valamit. Barnussal is azért elég sokat dumáltam. Szerintem ő is tenni akart mindig. Marcival meg később lettem igazából jóba, vele akkoriban azért elég keveset beszéltünk, de ő már akkor is gitározott, és akkor is menő volt benne, úgyhogy ezek voltak így az első élményeink. Mennyire változtak meg? Hát nagyon. Az a helyzet. Nyilván mindenkire, amikor valamit elkezd csinálni, akkor az elején még nem pontosan tudja, hogy mi lesz belőle. A különbség az, hogy ha Veleg Domonkosról beszélünk, hogy pontosan tudja, hogy mi lesz belőle. Csak egy kicsit lehet, hogy néha fél attól, hogy mégse. Viszont az a folyamat, tehát fokozatosan egyre inkább egy vállalkozásként kezelték, és a vállalkozásnak a jó értelmében a kisbetűs ünnepnapok zenekart, az szenzációs volt nézni kívülről. Gitárosa vagyok, és most egy questen vagyok éppen, egy side questen. A gyomrom jelzett nekem, és muszáj kajálnom. Szóval most bemegyek, és szerzünk egy kis kaját. Sziasztok, srácok! Mi vagyunk a Golob Márton és társai zenekar. Mindenkit a rendes tanítom mondanak, de csak minket nem fognak. Nem, akkor majd mi konferálunk. Na persze, de az a hülyeséget. Épp szarvaspörköltet eszünk. Szarvaspörkölt review. Szarvaspörkölt review. 10 per mennyi? Gordon Ramsay sem. That's a fucking freeze of play. Hoppá! Belegönnyezel egy kicsit. Nem, megint is. A kúsznak az emléke. Pofával lejtettem ezt a gitárt, jazz együttekben. De nem, elfelejtettem a cipzárját behúzni, és így felvettem, és így kapcsolom az egy kicsit dropa, de működik. Good in touch.
jöjjenek mások, már egyedül maradtam, körbe mozgott, nem haladtam, ismerős a táj, olyan, mint régen, színes léggömb az égen, és a körhinta jár, de talán mégis más, mégis más. Pálocska Viktor vagyok, az Együtt egy zenekar basszusgitárosa és énekese, legalábbis az egyik énekese. A kisbetűs ünneplapokat gyakorlatilag ilyen tehetségkutató sorozaton ismertem meg, nagyon szimpatikusak voltak az első pillanattól kezdve. Még a Puszi Fesztiválon tavaly, amikor játszottunk, akkor csókoltattak minket, mi meg visszacsókoltattuk őket, tök jó volt, jól esett, aztán utána ismerkedtünk meg. Az első ilyen komoly élményem talán az volt, amikor a Safival játszottam a Központban, és Koni meg Domi eljöttek a koncertre, és aznap beszélgettem Domival főleg így a legtöbbet, vagy igazából először így komolyan. Aztán úgy alakult, hogy hajnali 3-ig maradtunk kint, aztán végül iszonyatosan szép ügyeket beszéltünk meg. Akkor alakult ki szerintem egy ilyen jobb kapcsolat köztünk. A zenekarral amúgy jobbára pozitív volt az első benyomásom mindegyik tagról, főleg amikor már beszélgettem is velük először. Gollobról az jutna eszembe, hogy Chad. Marci egy olyan ember, aki szerintem egyébként nagyon sokban ilyen agyiműködés szinten hasonlít rám, mert ő maga a megtestesült ADHD szerintem, szóval hasonlít hozzám ilyen szempontból. Összekerülünk egy légtérbe, elkezdünk faszkodni, de amint abban a pillanatban, ahogy a zenéről van szó, hogy bekapcsol a munkaüzemmód, kész. Onnantól kezdve hiperfókuszál. Domiról az, hogy karakán, hiába fiatalabb nálam, valahogy úgy érzem, hogy mindig nagyon-nagyon jól látja a helyzeteket, meg nagyon, nagyon ilyen puritánul látja ezeket az emberi kapcsolatokat, a koncerthelyzeteket, a biznisz dolgait a zenének, a háttérmunkát. Varnusról a sztoikus. Először én valahogy azt éreztem, hogy nem fogunk tudni annyira jókat beszélgetni, de főleg amikor gyakoroltam a debreceni koncertre, akkor vált számomra igazán nyilvánvalóvá az, hogy mennyire igazából egy tök odaadó személyiségű ember szerintem. Rengeteget segített nekem felkészülni, nagyon, nagyon jól rátalált arra, hogy hogyan kell megmagyarázni a témákat nekem, ahogy én ezt fel tudom fogni, és el tudom utána majd játszani. És hogy valahogy rávezetett arra is, hogy ezeket a bonyolult témákat meg tudjam tanulni. Koniról pedig rejtelmes, rejtélyes. Sziasztok, ez itt a kisbetűs jövnapok utolsó próbálja a lemezbemutató előtt, és ő kiskorát. Nem. De ő nem kiskorát. De ő nem kiskorát. Eljátszunk még egy dalt! Nekem dalszerzés kapcsán nagyon érdekes volt, vagy ilyen próbadinamika kapcsán nagyon érdekes volt, mert ugye egyszer játszottam a kisbetűségkel Debrecenben, nagyon-nagyon jó élmény volt, vért izzadtam, mert borzasztó bonyolultak a dalaik a mieinkhez képest. Amíg mi mondjuk elpróbálunk egy egész dalt a próbán, és végénekeljük, addig itt a srácok inkább ilyen hangszeres próbákat tartanak. Nem is nagyon énekeltek, amikor próbáltam velük erre a debreceni koncertre, szóval ez érdekes volt. Hát van még egy napon fosni szerintem. Ja igen, ilyen kis ASMR-ba. Árjál. A kurva. Aztán van egy alkoholista. Milyen sörreklámnak van izéje? Várjál, milyen izé mottója van sörreklámnak? I've got a special power. Ne. Hát, kettő, egy visszatérő. Uram,
Én már előtte is gazdag ember. Oh my god. Mit kerestek? A Windows. Értesítés hang, tudod? Error. Ez annyira idegesít, mert nem így beleolvít a képen. Nem mint az Windows XP-nek, hogy hanem így. Nagyon ritka az szerintem, hogy egy zenekar ennyire tisztában van azzal, hogy egy daluknak mondjuk milyen struktúrája van. És mondjuk a dal közepén lévő tikcsitől kezdve beszámolnak és azonnal el tudják kezdeni játszani. Pedig nagyon gyakori az ilyen szünet is a dalaikban, ahol rendesen utána kell számolni. Valójában csak sejtettem. Szerencsém már, hála az ének, más zenekarokkal is játszani. Egy-két zenekarban alapító tag is voltam, és ez tök jó élmény volt. Szeretek így munkálkodni helyeken. De ilyen még nem volt, hogy beugrósként kellett játszanom valahol. Nekem ez egy hatalmas élmény volt, kicsit ilyen impostor szindrómám volt közben, hogy mondom, úristen, hát Barrus helyét most akkor erre az estire átvettem. Viszont az tök jó, hogy a srácok hívtak meg, szóval nem csak így bepofátlankodtam oda ebbe a helyzetbe. Az volt nagyon meglepő, hogy mennyire jól fogadták szerintem a rajongóik. És a koncert legvégén üvöltve, gyakorlatilag torka szakadtából kiabálta egy lány, hogy mit a úristen setlist? Szóval az is meglepett, meg annak is örültem, hogy tudta a nevemet. Szóval ez tök jó. Van egy ilyen téma, van egy ilyen csoportunk, amit a hozzánk hasonló feltörekvő zenekarokkal alapítottunk. Ez a fiatal alternatív zenészek, vagy alterzenészek, feltörekvő alterzenészek szakszervezete. És ebben az egész ügyben az a nagyon király, hogy olyan zenekarok vannak benne, akik hisznek egymás munkásságában, és valahogy egy irányba tudnak nézni. Tehát tök különböző zenét játszó zenekarokról van szó, de úgy érzem, hogy főleg ezen a csoporton és szervezeten belül kialakult egy tök jó barátság mindenki között. Átmegyünk a... És ezt nem is akarod megtenni. Dobod le. A suttogós rész vége. Azt kérdezi, hogy a suttogós a tényleg. Mindig fagy. De, az ott van. Az ott van. Akkor ne hagyjad akkor, nem? De most nem értem, hogy próbálom elmagyarázni. És akkor ennek a refrénnek a végén van ez a kávás film. Vagy csak fotó. Videó. És azt úgy, hogy csörgök jelenleg. És... Mi? Az baj, nem tudom, hogy nálam, vagy hogy van ez. Ez is, hogy... Vagy, sőt, talán ez ezen jobb lenne. Az elég erőteljes. Az meg! Ez volt az első! Vagy itt az emlékenünk erre rá. Megnyitottam a vegánt. De miért följebb kezdett bazd? Vegán szexcsoport, nem jött senki. Elárultam vegán.
szépség legyen a fej körül, mondta. Szépség legyen a fej körül, mondta. Ennyi a vége. Sziasztok! Én David Attenborough vagyok, és ez itt a Kisbetűs ünnepnapom lemezbemutató koncertjének, a Before, After, Before, After, After, Before koncertjének a movie-a. After movie-a. A srácok lemezbemutatóján az A38-on segítettem nekik pakolni, meg igazából egy ilyen kicsit ilyen stagehand-es ügyet vállaltam el. Mondtam nekik, hogy én nagyon szeretnék ott lenni, és hogyha van erre lehetőség, akkor segítkeznék is a háttérmunkában egy kicsit. Ott ismertem meg egyébként Zsófit is. Zsófi a menedzserünk. Hátulóan. Nagyon hálásak vagyok nekik, köszönöm szépen. Rozsnyai Zsófi vagyok, a zenekar menedzsere. Május eleje óta dolgozom a srácokkal. Én szervezem a koncerteket, és még hát nagyon sok minden másban is segítek nekik. A majdnem híres rocksuliban végeztem zenei menedzser képzést, illetve már előző évben egy fesztivál szervező képzést is, és ennek az iskolának van egy ilyen hallgatói csoportja. Nagyon sok zenekar szokott menedzsert keresni, és én is így találtam rá a srácokra. Egyébként a nevüket már előtte is hallottam nagyon sokszor, viszont így sose hallgattam meg őket, de a név az megvolt. És mindig, amikor így kiraktak egy zenekart, hogy menedzsert keresnek, akkor belehallgattam, hogy tetszik-e. És náluk is így tettem, nem is emlékszek, hogy melyik szám volt az első, amit hallottam. Szerintem vagy a Sárgát látsz, vagy a Vekni kenyér, és úgy voltam vele, hogy nekem ez nagyon tetszik, felhívom őket. Megyünk tovább, itt Gollom Márton, éppen vissza a kávéját. Nem most adjatok, hagyjatok most, jó? Most lábát, a lábát. Sziasztok, Marci vagyok. Ezen bejelentem, hogy a mai koncerten mezitlap fogunk játszani. A Máklik Őszenekar befejezett italt itt éppen hallhatóan. Mindjárt vagyok itt, hogy betekintést nyeressünk. Tök jó hangulatba teszem az első találkozás. Egyrészt tök jól elmondták, hogy mik a céljaik, hogy ők mire keresnek embert, én pedig elmondtam, hogy miben tudok nekik segíteni ezek közül, de ezen kívül meg tényleg tök jó hangulatba telt, és elkezdtük már ott is kicsit megismerni egymást, és nem csak a munkáról beszéltük, hanem tényleg kicsit ismerkedtünk is. Előjáróban csak ennyit köszönjük szépen. Ez itt egy hotbox. Viktor az egy zenekar egyik frontembere, ő is itt van, segít nekünk. Hogy ez Viktor? Zseniális minden. Fantasztikus. Ott volt először ilyen, hogy együtt dolgoztunk, és arra emlékszem, hogy én egész végén extázisban voltam gyakorlatilag, vagy ilyen nagyon bekapcsolt bennem ez a munkaüzemmód. Az egész koncertet színpad oldaláról hallgattam végig, és annyi volt bennem, hogy bakker, ezek a srácok káromkodhatok? Kurva jól játszanak. Nagyon büszke voltam. Fontos emberek érkeztek meg. Fontos emberek. Kell segítség? Nem, köszönöm, elbírom. Elbírja. Jaj, elbírom. Következő barátunk és vendégzenészünk, Szántó Marci. Mondom, az előgarból. Azaz. Oh, yeah. Hello, meg vagyunk. Na, vonuljunk be. Ennyi, azt hiszem ennyi. Jól van beállítva? Jó a szett? Ez elképesztő egyébként. Nekem nagyon tetszik ott az a zene. Bár tudnék ilyen zenét csinálni. Azonban nem tudom, mennyire hozzá át majd a mixi. A lényeg, hogy ilyen tudsz. Nézd, dobja! Kacsi, nem jött? A fel, kicsit. Ja. Olyan szólók, hogy az eleni. Ne, hé, a van a dolog, ez nem megy annyira könnyen, mint azt gondolna az ember. Lepakoltak a srácok után.
Néha azért elgondolkodom azon, hogy, hogy ugye teljesen más emberekből áll ez a, ez a csapat, mint mondjuk a mi zenekarunk. Nyilvánvalóan máshogy is funkcionál. Én alapvetően iszonyatosan kommunikációpárti vagyok, szóval hogy nekem az a non plus ultra gyakorlatilag, hogy, hogy minden és minél hamarabb meg legyen beszélve. Ők így meg tudták tartani a saját személyiségüket egy az egybe. Pont úgy, ahogy megmaradtak a színpadon, meg a tömegbe elvegyülve nagyon jó fej srácoknak, pontosan ugyanúgy nagyon jó fej srácok és nagyon jó barátok, amikor együtt dolgoznak. Látom, ahogy egyre komolyabban veszik magukat, viszont ezzel együtt megmaradt egy ilyen nagyon kellemes, vicces légkörűnek minden, aminél én jelen voltam. Hát legtöbbször ugye mindig úgy találkozunk, hogy együtt, mert koncertekre megyünk együtt, de nyilván így mindig volt olyan, hogy egyenként is beszélgettem valakivel a srácok közül, és nem tudom, amúgy nagyon-nagyon jó fejek voltak már az első találkozásnál is, és ez nem változott. Nagyon-nagyon szeretem a kisbetűs ünneplapokat, de a tankcsapdát még jobban. És nem azért van itt, mert fenyegettük és kényszerítettük rá. Bocsánat, lemaradtam. Most fogyott el a kroft. Nagyon elfáradtam. Elfáradtam a semmiben. Nagyon meleg van, és le vagyok szívva. Na mindegy. Nagyon jó gitároztál! Jó, 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 nem szóltok nekem, és akkor megyek ki, és indítom el a vendéget. Jó, jó, az nagyon jó. Jó, jó. Oké, szaladok ki, és indítjuk. Ó, várjál! Várjál! Az nagyon 5 perc van! Nem, 5 perc van! 5 percünk van? 5 és a perc! Látszik rajtam, hogy izgulok? Hát nem, mert nem izgulok, de amúgy le vagyok fos. Már megy.
aki meghallgatta az új albumunkat. Jó. Ki az, aki nem? Odor Júlia, hagyja el az A38-et. Az valami lenyűgöző, ezt kell mondjam. Köszönöm. Köszönöm, Magyar. Kedve Marci. Te karizmád? Pártban. Konrád vagyok, a kisbetűs ünnepnapok dobosa 2021 nyár végétől 2023 ősz közepéig. Köszönöm.
igazából a szüleim azt szerették volna, hogyha tanulnék valami hangszeren játszani, és egyáltalán nem, tehát így nem volt biztos az, hogy dobolni fogok. Fuola és a dob közül kellett választani, és akkor nyilván a dobolást választottam, mert sokkal menőbbnek tűnt, de igazából egyáltalán nem volt egy ilyen zenei élmény, vagy ilyesmi, ami arra vezetett volna, hogy doboljak, szóval igazából tényleg mondhatni, hát kényszerből lett ez, vagy nem tudom. A zenekar csinálás az körülbelül ugyanúgy jött, mint a dobolás, szóval anyukám mutatott egy Facebook hirdetést, amiben fiatal srácok kerestek dobost, ilyen feldolgozások, meg mit tudom én, játszására, és eleinte nem akartam elmenni, fogalmam sincs, hogy miért mentem el. Elég meghatározó dolog lett, mert végülis úgy zenekar lett belőle. Nem egy komoly zenekar, de tök jól éreztük magunkat, meg így nagyon jókat szórakoztunk. Szép emlékek maradnak meg innen. Szóval a kisbetűs ünnepnapokba való csatlakozásom az egy olyan módon történt, hogy játszottam ebbe az újpesti hobbi zenekarba, és az ottani srácok ugyanabban a gimiben jártak, mint a kábinös dudeszkók. És a lényeg az, hogy így jött az ismeretség, és akkor elmentem, nagy nehezen eljutottam az egyik kisbetűs ünnepnapok koncertre, ott pedig megismertem a srácokat, és akkor így minden történt a maga módján. Az ásítás volt az első dal, amit hallottam, és nem tetszett, szóval ez így az első benyomásom, és akkor aztán hazamentem, meghallgattam még egyszer, és aztán így úgy adtam vele, hogy ez nem is olyan rossz, és akkor nem tudom, elkezdtem egy idő után álmodozni, meg így teljesen így belovaltam magam, hogy fú, amúgy, ja, tök jó lenne ebbe dobolni, meg talán ez egy megfelelő spot lenne nekem. És hosszas manifestálás és álmatlan éjszaka után bekerültem a zenekarba. Úgy történt az első ismerkedés a srácokkal, és hát a Domival, hogy eljött az egyik próbánkra oda Újpestre, és így jobbra az ajtótól ült egy széken, és így ránéztem, így visszanézett, és az első gondolatom az volt, hogy ez biztos valami fasz. Aztán utána leültem a dobokhoz, és egy hú póló volt rajtam, amit megdicsért, és aztán egyből azt gondoltam, hogy fú, ez valami királycsávó. Pár szóváltás szerintem még az első próbán sem volt, sőt szerintem a másodikon se, az elkövetkezendő, vagy nem tudom, szerintem azért eltelt egy darabig, mire így beszélgettünk, meg így kezdtünk jobban összekapcsolni a zenén kívül, de egy idő után persze kialakult mindenkivel szerintem tehát nem a munkakapcsolat, hanem azon túl. Igazából nem érzem teljesen kereknek a zenekarra való kapcsolatomat, de nem gondolom, hogy szóval nem érzem teljesen kereknek a dolgot, de azt sem gondolom, hogy félkész, vagy hogy egy ilyen
egy ilyen félbeagyott dolog, hanem meg volt ennek az eleje, meg a, tehát meg volt a bevezetés, a cselekmény, meg a befejezés is. Van-e bármi, amit az ennél a zenekar? Köszönöm szépen, szívesen. Vagy szívesen köszönöm szépen, bármilyen sorrendben. Lehet, hogy olyan többet van a labda hátul, mert ott izélsz. Eddig meg elő volt többet a labda. Mert nézd, itt te szórakozgatsz a labdát. Valami is vezetni. 15-57 van. Most ilyen átvezető szövegeket kéne mondanom, olyan jellegűt, nem? Hát, és akkor Budapest Park. Azért egy nagy flash lehet ezen a nagy színpadon játszani. Lőhetünk ilyen képet, hogy így csak feltarkod a bevezetőre, a bevezetőre, mintha mennél rögtön a nagy színpadra. Egy ilyen beétképet csinálhatunk, mert akkor vicces lesz jövőre. Amúgy tényleg? Hát azt remélem, hogy már idén játszunk, akkor jövőre is játszunk valamilyen. Ez a kaparosan, ez a két év múlva már kurva nem lenne sajátot csinálni. 2025-ben. Már készülődnek a versenyre. A rajtvonal. A cél. 2-3 kanyar után az anyamék. Azt a hőről. Arra késő órát nem szoktálok én jól. Ez a futó. Kasszolom a koncert. Első helyen. Nőcészkül. Thank you.
ne nézz hátra, nem köröm senki. Szóval a búlyócskák. Ezt mindig nehezen tudom megindokolni, hogy miért egy adott dal a kedvencem. Egyébként nagyon szeretem az egész albumot. Nagyon szeretek egybe albumokat hallgatni. És az Eden Park az tipikusan olyan, amit így berakok, és az elejétől a végéig. És nem tudom, valahogy így az fog meg a legjobban. Léci, maradj úgy! Jaja! Nehéz elrakni a kiegészítőket. Köszi, Balm, és ez most de azt kell, hogy látjátok, ebben a részben rakjál bele, hogy itt érjünk ki a rapás nyom. És mindenki, bazdmeg, bevonz az összes tekinteket. Nem akarjuk sokkal trógerebben a hajadat? Most? Az egyémet? Aha. Így előre. Várjál. Megfés. Így jó. Az első két tincset. Farizet kéne a kezed. Komoly vagy, nem autista. Komoly vagy. Komoly. Komoly vagy, érted? Ez egy rendező óra kamerák mögül. Ja, várj, mint amikor nincs meg az olvasó szemüveg, és így. De az egy kézzel van. Egy kézzel. De aki a szemüveg is meg lehet, csak valamiért lehúzod a szemedről. Még távolabb, így. És ki azaz. Kettőt a farcsel. Szóval nem látszik, hogy be van küzdöm a szemüveg. Nézd, apuka azért egy sörrel, nem így. Menj fel így, légy szíves. Kérlek szépen, menj fel így. Nem leszek népszerű a körhintával, de hogyha egy olyan dalt kell választani, amit bármikor szívesen meghallgatok, de csak beteszem a telefonomon, a Spotify-on, Apple Music-on, Tidal-on, vagy bárhol, ahol megtalálhatók a dalok, és meghallgatom, és nem kell hozzá egy külön hangulat, vagy egy külön kedv ahhoz a dalhoz, akkor a körhinta. Jumez! De túl normálisan néz ki. Ja. Jimmy. Ha ide jön a hangzik, akkor befonja a Jimmy-t. Jimmy.
Lehetünk arra, hogy többet nem akarunk. Az a baj, hogy többiek kreténül néznek ki, csak én normálisan nézek ki, szóval muszáj ezt is lerontani. És hogy szeretnéd? Nem tudom. Ahogy lehet. Vagy két-kettő darab. Ú, bazen az a baj, hogy nem tudok fonni. Olyan, az lenne amúgy, az geci jó lenne, hogyha ilyen... Az hogy hívják? Az kormoró. De ugye azt lehetne csinálni, hogy négy ilyen kis cof. Négy cof. Azt mondja Zsófi, hogy az egyik barátnője azt tud? Ingyen. Szerintem az a parkettal az jobb. Ingyen tud? Ingyen jegyére. Azért szeretek jóba lenni a srácokkal igazán, mert megvan az a privilégiumom, hála az égnek, hogy idő előtt hallhatok dalokat, és emlékszem arra, amikor Domi elküldte az első három, azt hiszem első három dalt az Eden Parkról, még talán még master előtt. És azt hiszem kettő dal volt rajta, a Sárgát látsz, amire azonnal azt mondtam, hogy számomra, azt hiszem januárban küldte el, és azonnal azt mondtam, hogy számomra ez azonnal az év dalává vált, és a mai napig egyébként most van október, még mindig azt mondom, hogy ez az év dal a számomra. A másik pedig a Miért ne című dal volt, ami szintén egy olyan hatalmas nagy élmény volt először meghallgatni. Sőt, azt még egy házi buliban hallottam tőlük. Dominak a lakásavató partiján játszották le, még a szintén tök nyers felvételt, és már akkor azt mondtam, hogy hát ez valami zseniális. Szóval jók a srácok. Pedig én mindig így gecire lenéztem az ötletezem. Én nem is tettük el, hogy az kóla, szeva, ilyen csoki. Na, jöttem. Tudod, nem érzem, hogy van. Én amúgy értem, mire gondolsz. Több komolyan vettem, hogy akkor hallod ebben, most foglalkozunk el, hogy ez most akkor így ez nagyon fontos. Kész van? Jaj, észre sem vettem, hogy már nem ott vagy. Igen. Az a bővített verszió. Nem, az a fizetős. Az a Patreon. Hogy kettőben jó lenne. Ja, kettőben jobban lehetem képzelni, és akkor nem tudom. Csináljuk meg? Meg tudod csinálni? Ez kurva jó. De amúgy ez is nagyon kretén, szó. Várjál, de nem, mert ez nagyon kretén. 14 percetek van. Ez nagyon kretén, és ez... Egészre kész kell egyetek? Hát egészkor át kell, el kell velünk átpakolni. Ja, 10 perc. Akkor no. Elnézést! 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 Nem állj falást! Ez azt hiszem az eddig legjobb dobszólod. Ez azt hiszem az eddig legjobb dobszólod. Nem, kurva nagy volt benne. Egyszer megálltál, és aztán még egyet rápakoltál. Ott elszorgultál. Na, menjünk picit. Na, menjünk picit. Na, ez is külön, menjünk picit. Miért következő szám? Csavissza! Csavissza! Menj föl, csúl! Menj föl, csúl! Menj föl, csúl! Menj föl, csúl! Mondd azt, hogy csak hangosan, hangosan! Jó. Hangosabban. Szövögetek, miért ne tenni, mondd miért, ne ilyen volt mindig a természetem. Azt tanultam, úgy kell élnem, most sem erre nevezesen gyalog út. Nevezetesen épp így alakul, de minden lépés nagyon fáj. Nem lesz
meg túl korán. Szobám falán lesz egy mutató, ami majd körbejátérben ellobbanok mindjárt gyarány. Visszatekerem az órát és kaptam, megkaptam, hogy minket élünk át. Ezer én anyagát beleadtam, kimaradtam mégis, de néha jó, de néha rossz. Százszor is meggondolom, megbánom-e, azt nem tudom. Szembeszélben szárad a szemem, a szembeszél rosszakat a szám. Nevet, kezelmet zsebre teszem. Kuzsira csomagolták be a nevemet, alufólia lesz a fiam jele. Ott álltam a peronon, most puha párnán ülök. Jegyeket vagy mutatok, vagy kezelek, te üvölt. Mindenféle hang fejembe, hogy hallgatom-e, hagyd dönthessem én el. Visszatekerem az órát és kaptam, megkaptam, hogy miket élünk át. Ezer én anyagát beleadtam, kimaradtam mégis, de néha jó, de néha rossz. Százszor is meggondolom, megbánom-e, azt nem tudom. Visszatekerem az órát és kaptam, megkaptam, hogy miket élünk át. Ezer én anyagát beleadtam, de jó, meggondolom, hogy itt hagyom, de nem fogom. Megbánni sosem akarom, nem akarom. Pedig nem egyszerű, bár nem nehéz. Felröpít és onnan nézve minden szép, de minden szét esve ér a rosszul lét. Aki magasra mászik, az magashoz van. Fenti levegő és ég. Ha mászik, az magasra zuhan. Hegyi legelő és éhezem utal. Lefele megy a csomagolt ki a nevem. Sziasztok, Keresi Tas vagyok, alapvetően a Rock Club zenekar dobosa, kisbetűs ünnepnapok zenekar tagjainak, hát részemről egészen jó barátja, szóval ők mit mondanak. Remélem ők is ezt. Amikor legelőször hallottam róluk, és meghallgattam, akkor tényleg fura volt, meg néztem, hogy hát ilyet ki csinál, miért csinál ilyet. Én nem tudom, hogy vagy írtok számokat, de el nem tudom képzelni. Olyan dolgok vannak, hogy én így nézek. Például így alapvetően ezek a hangsúlyozások, hogy így olyan szinten nem jön, hogy így például ilyen, olyan helyre most én üssek egy crash-t, és tele van ilyenek. Visszamentem rá, mert hogy így mindig, amikor meghallgattam, mindig volt valami új, ami így megragadta a fülemet. Hogy lehet így a zene elméletnek így ellentmond, de viszont kurva jól szólt. És ez kell a zenébe, le kell szaladni ezeket a szabályokat, ami szívből jön, azt kell nyomni.